Nagy szeretettel köszöntünk benneteket, VNTV-t vagy Vivanazod a televíziót néztek. Ezenből is az ezoterefere adás sorozatunkat. Herceg Kirával beszélgetünk, és ma egy érdekes témát választottunk, nagyon laza egyszerűséggel, a lélekvándorlás a kvantumfizika fényében. Ugye ez a kontextus azért... Hát ez most találtad ki nekem, majd megpróbálom lereagálni, hogy milyen intuíciók bukkannak föl bennem. Azt már el sem merem mondani, hogy milyen körülmények között. Hát azt nem mondjuk. Nem mondjuk el, hogy elmondom a gondolatot, jó? Amit, jó. Ugye azt látjuk, hogy a genetikai kódjaink, a DNS-eink, a DNS-eink, stb. Útján azért nagyon hasonlítunk a szüleink által hozott genetikai kódok, illetve az ő mixük vagyunk ilyen szempontból. Most anyagszinten nézzük a dolgokat. Ha én azt mondom, hogy egy élet véget ér itt a Földön, akkor igazából nem az a lélek születik meg, és akkor itt tabubontogatók innen jönnek, aki itt élt, és akkor most elment, és majd újból leszületik, hanem, és akkor itt jön a gondolat lényege, hogyha van egy nagy közös morfogenetikai mezőnk, és az a teremtmény, ami genetikai szinten nagyon egyedi és nagyon rám hasonlít, illetve a szüleimre hasonlít, akkor az a szerkezet az információs mezőből folyamatosan hasonló információkat és adatokat fog lehozni. Tehát az én genetikai kódom, ami tükrözi édesapám, édesanyám és az én korábbi adataimat, azok ebből a mezőből mindig visszacsatolhatóak. Tehát úgy képzeld el, hogy te vagy egy idegrág a biorobot, az életednek a teljes információ halmazát, ugye minden időpillanatban több milliószor föltöltöd, letöltöd. Amikor elmész a fizikai síkból, ez a fizikai test, ez eltávozik, de genetikai úton te mégis létezel, mert hogy tovább az utódjaidba tovább mész, stb. Ha nem mennél tovább az utódjaidba, akkor ugye elfogadom a lélekvándorlás, hogy másban szerepelek, de én most arról a szituációról beszélek, amit én azáltal kapok, hogy nagyon hasonlítnak a DNS-eim a szüleimre, meg a őseimre, ezt a csállításban, meg epigenetikában nagyon sokszor visszajönnek ezek az érvek, és hogy én azt állítom, hogy folyamatosan nem feltétlenül reinkarnálódunk, hanem a saját információm, amit én magamról, amit hívhatok léleknek, bárminek, amit föltöltöttem a mezőbe, azt ér vissza abba a következő új testbe, ami szerkezetileg hasonlít arra, akin előző életemben voltam. Na most az indiaiak akkor hagyjanak békén, hogy ló, meg kutya, meg minden más lehetett, való azt, hogy igenis... Visszafele fejlődés nincsen. Visszafele fejlődés nincsen. Nincs ráció benne. Csak előre megyünk. Na most nincs ez egy gondolat, és ugye rengeteg dolgot elmondtuk, hogy igen, de először fiú voltál, aztán most meg lány lettél. Nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy ez a lélek nem elszakad, hanem maga a közös nagy mezőbe létezünk mindjárt a gondolatainkkal együtt, és amikor egy olyan... testtel találkozunk, olyan megfelelő szerkezettel, amiben korrespondanciára, ezt a szót kerestem, azért bámultam egy kicsit, az a közel azonosság azt jelenti korrespondálni, letölteni, akkor mi abban a szerkezetben ugye tudunk létezni és fejlődni tovább. Na most igazából ennyi volt a felvetésem, és kíváncsiak a véleményedre. Hát nem volt egyszerű követni. Nem volt egyszerű. Tehát te azt mondod, hogy a morfogenetikus mező, mint egy információs autósztráda, vagy egy nagy szerver, uh-huh. egy létező történet, és amikor egy lélek úgy dönt, hogy materializálódik, inkarnálódik, bizonyos tapasztalatokat meg akar szerezni, ahhoz kell neki egy kaszni, ami közvetíti neki azokat a tapasztalatokat, aminek a zsánerét meg akarja élni, és ahhoz olyan DNS-sű genetikájú testet válasz, ami a legnagyobb valószínűséggel megteremti számára ezeket az élményeket. Én nem akarom azt mondani, hogy ez így van, de per pillanat azt mondják, hogy a DNS gyakorlatilag egy antenna, és nálunk embereknek 2 szálas. De ha minden igaz, ez egy 20 szálas történet, és 2 van bekapcsolva. Tehát ez egy olyan, mint az áramkör, nyomtatott áramkörnek a 90%-a ki lenne kapcsolva, iktatva. Én megmondom neked őszintén, abban sem hiszek, hogy azért, mert anyám rákos volt, nekem predesztináció van a rákra. Ezt mondják, ugye, hogy a szüleid rákosak voltak, vagy bármi gond volt, hogy hozod. De ne felejtsd el, hogy ez egy akkora kombinatórika, a gének összes posszibilis kombinációi, hogy természetesen vannak represszív és domináns gének.
Azt jelenti, hogy, hogy van, ami meg fog nyilvánulni, és van, ami nem fog megnyilvánulni, de látásán lappang benned. Attól, hogy látásán lappang benned, az nem fog előjönni, ha csak nem produkálsz egy olyan élethelyzetet magadnak, amit anyád is produkált, hogy nem a saját életedet éled, feláldozod magad mások helyett, és akkor a szervezeted megbosszulja magát, hogy nem a feladatodat végzed, nem a saját simpárodon vagy, egy stáb vagy x-edik statiszta a szereplő listán, holott a főszerepet neked osztották. Tehát nem vagy a helyeden, game over, kivonunk a forgalomból, jössz vissza. Te azt mondod, hogy gyakorlatilag a lélek, mint olyan, el sem távozik, csak lebeg itt a szoftver fölött, és különböző manifestációkon át ugyanaz jön vissza, különböző élményeket keresve, különböző gazdatesteken keresztül? Nem. Azért mondom, hogy nehéz volt dekódolni, amit mondtál. Ugye, nagyon jól látod, tehát amikor van mondjuk másfél millió antennád, kis antennád, mindegyiknek más-más a hossza, az mind-mind más frekvenciára van kihangolva, az önmagában megalkot egy sejstruktúrát, egy szervet, egy szervrendszert, amiből ez a csodálatos alkat kijön, ami mi vagyunk, igaz? Na most ez egyébként lehetek én, mint apám, anyám leszármazottja, de ebben az óriási kombinatív lehetőségben elvileg bárki lehetek a Földön, aki akkor ezt hasonló... Végül is egyről beszélünk, csak másképp fejezzük igen, ki magunkat. A konstellációba létrejön, viszont én azt mondom, hogy amikor elmegyek, én folyamatosan oda-visszatöltöm az információt magamról, amit én úgy hívhatok, hogy az én érzéseim, az én lelkem, rezdülése, bármi, és annélkül, hogy ez a lélek, mint olyan egy külön kontinuumként, egy külön kis 2 milligram vagy pár 2 gramként létezne, ez az információs mezőben hasonló struktúrát talál, mert nagyon fontos az elméletemben ez, hogy hasonló szerkezet jöjjön létre, mert az antennák tulajdonképpen meghatározzák, hogy milyen szerkezeted alakul milyen ki. Milyen adást fogsz be. Pontosan így van. És innentől fogva az a szerkezetű vevő annak a léleknek, annak az információ csomagnak a rezdüléseit fogja fogni, amit én, nem én, hanem egy előző életben egy hasonló összetételű genetikai alkat az információt fölmondott, és kvázi én azt mondom, hogy nem lélekvándulás, tehát a fizikai test eltávozik, akkor game over a te szavaiddal élve, de az információs mezőben mindig ott lesz az a halmaz, amit én tulajdonképpen... Ami te voltál. Ami én voltam, amit úgy hívunk, hogy lélek, és ha megjön az a fajta konstrukció, szerkezet, akkor arra az simán lehívom. Az egyén tudja ezt letölteni, akinek szűrője van hozzá. Pontosan így van. Előző adásban tisztáztuk ezt. Okay. Vissza az epigenetikára. Egyetlen egy példa, nem szeretünk példákat mondani. Angliai kísérlet, rákos család szinte az, amit elmondtál, érzelmi mintákat nem veszik figyelembe, halnak sorra, már lassan nincs utód. És akkor fognak, és egy árvaházból kimondottan egy olyan kislányt akarnak magukhoz venni, akinek lehet figyelni, hogy a szülei, akik elhaltak, soha nem volt rákos betegség közöttük. Bekerül a mikro pontosan, világukba, és ugyanúgy. Persze, tehát, mert a minták tehát, hogy nem, vissza. Nem maga a szerkezet, hanem a minták és az érzelmi modulus. Tehát az egészből csak az a szemtelenkedő, amit elmondtam, hogy én nem hiszek ilyen szempontból a lélekvándorlásba, ez az állítás, hanem abban van a hitem, hogy ez ami én vagyok, meg aki voltam, meg aki leszek, ez az információs mezőben ott van. És meg kell születni annak a konstellációnak genetikailag, szerkezetileg, akire én rá tudok épülni, és ez egy egyedi dolga, hogy én hogy tudom azt oda lehívni. Tehát és nem kell ezt, hogy akkor most ez voltam, de átmentem abba, hanem inkább van itt valami különbség azért, nem? Van, most ez egy érdekes dolog. Tehát te azt mondod, hogy leveted ezt a kabátot, igen, ami a tested. Nyilván, hogy mint entitás, vagy létező nem szűnsz meg, lappangsz valahol. A mezőbe. És oda töltöd vissza magad, akinek a legnagyobb affinitása van, hogy fogja a te adásodat. A legnagyobb megfelelősége van, ez a korrespondenciája van arra az információ csomagra. Tehát például, akinek a parabola antennája leginkább arra az adásra vannak beállítva, hogy fogják az adást.
Lélekvándorlásban én sem hiszek, mert akkor valamelyiket meg kéne tagadni, a kvantummechanikát vagy a karma törvényét, és minek utána szoktam mondani, hogy a karma törvénye arra, hogy lekarmold magad. Én inkább a kvantummechanikára szavaznék, mert a kvantummechanika mit mond? Hogy egyszerre van jelen minden. Tehát, hogyha én valahova inkarnálódtam egy térben, bizonyos körülmények közé, jelen esetben a 3D nevű szintérre. Ettől én nekem szimultán sakjátékos vagyok, és még X verzió fut valahol. És na most itt van az, amire ki akartam lyukadni én előző adásba is, és ez bennem született meg, egyáltalán biztos, hogy helyes vagy igaz, de egy érdekes szempont legalábbis, hogy ha van ez a teremtő, azért nem használok Isten szót, mert sajnos a szavainkat elkoptattuk. Creator, ez annyira jó, Mártészból szeretődik, fogadjuk. Igen. Ha van ez a teremtő, és meg akarja tapasztalni a teremtést, akkor akkor úgy néz ki, hogy minden áron akar tapasztalni. És szokták mondani azt, hogy nincs jó és rossz. Hát ott, ahol tudod, hogy nincs tétje, tehát azon a szinten, ahol megfigyelő vagy és tapasztalni akarsz, te tudod, hogy nincs tétje a dolgoknak, mert mondjuk ez egy szimuláció. És most ne degradáljuk, tehát ez nem degradál, hogy ez itt egy szimuláció, mert számunkra fantasztikusan reális. Tehát ez is egy paradoxon. Tehát ez akárha szimuláció, számunkra akkor is annyira reális, hogy nem lehet ignorálni, muszáj valamit kezdeni. Hát ezért is akarok vele valamit kezdeni, hogy oké, hogy itt vagyok, először is miért vagyok itt, és hogy lehetne fölvenni a megfigyelővel a kapcsolatot, hogy ha már minden áron műsort kell szolgáltatnom, akkor dolgozzunk már össze. Tehát szolgáltatok én neki műsort, és életélményt a létben, a megnyilvánult létben, de ne feltétlenül rosszat. Mert hogyha ott nincs rossz, és te neki mondtad, mindegy, rossz, de nekem itt rossz. Hát próbálnám fölhívni a figyelmét, hogy hé haver, ez itt nekem nem jó. De tudok neked anélkül is jó műsort adni, hogy én itt nem szenvedek. De mitől szenvedsz, kedves Kira? Hát ide figyelj, minek a után... A megítélésétől annak a szituációnak, nem? Rendben van. Jó, de hát, okay, de implementáltak egy korlátolt fizikai testben 5 érzékszerve, és azért nem mond nekem, hogyha ráültetnek egy jégtömbre, és azt mondják, hogy nem kelhetsz fel 8 órán keresztül, akkor az neked nem kellemetlen. Tehát most mondhatod azt, hogy szabadíts fel a tudatod, és magyarázd be magadnak, hogy te egy koktélban csücsülsz egy jégkockán, de ezek irreális önhűítések. Tehát igenis, ilyen feltételrendszer mellett vannak bosszantó, fájdalmas és nem kívánatos állapotok, és pont ez az ember tragédiája. De az még nagyobb tragédia, megpróbálod ezt elfogadni, érted? És megpróbálod magadnak bedumálni, hogy akármilyen nagy szarba ülsz, és ezért van a spirituális emberek között sokkal több nyomorult és lelkileg kielégületlen ember, mert megfertőzték őket azzal a gondolattal, hogy neked mindent el kéne tudnod fogadni, megérteni, és mindenhez kéne tudnod mosolyogni, csak nem vagy azon az isteni spirituális szinten, hogy meg tud lépni. Magyarul még azzal is frusztrálod magad, hogy nem vagy elég spirituális, és még pluszba szenvedsz a körülményektől is. Nem igaz, hogy mindent el kell fogadni. Nem igaz. Tehát ezért mondom, hogy Isten, vagy a Teremtő megteremtette ezt a játszóteret, és nagyon nem mindegy, hogy az első kézből vagyunk-e az ő megnyilvánulásait, vagy mondom, egy szintén egy szimuláción belül ébredtünk föl, mert el kéne kezdeni kommunikálni, hogy ez a teremtősdi ne feltétlenül egy fájdalmas történet legyen, mert ez lehetne egy nagyszerű, nagyon szép dolog is. Na, innentől jön be a kvantummechanika, vagy kvantumfizika, hogyha az emberek nagy tömege folyamatosan az információt nem azt küldené a fájdalom testéből, hogy imádok,
imádom ezt a szartembélek, mert nagyon sokan elvenni tőle a fájdalmat, nem is tudom mit kezdeni magával. Nézd meg, amikor, jaj, te neked is szad, nekem is, jaj. Tehát gyakorlatilag, csak azt akarom végigmondani, hogy ha mezőt valamilyen módon rövid időn belül, tehát és itt a kvantumfizikának a lényege, képes lennék megváltoztatni, akkor valószínűleg nem kéne a hegyeséggel a seggembe ülni egy fél életen át, hanem a közös megváltoztatott mező igenis közös csoporttudatot hozna létre, ami közös egyéni sorsokat, változásokat hozna létre. De amíg az egész csoporttudatunk pontosan általában a szenvedésre, a haragra, a gyűlöletre, a Isten tudja, miről szól, a visszasugárzott, letölthető, downloadott információ se tud neked sokkal jobbat adni. Az már egy kérdés, hogy legalább látod már, hogy Úristen, de hülye vagyok, mit műveltem magammal, ekkor már a megfigyelővel együtt vagy, de az egész mezőt nagyon nehezen tudod megváltoztatni. Érte, pont az előző adásban mondtad, hogy szerinted egy vírussal meg lehet változtatni, de a vírusnak is kell egy idő, amíg elfoglalja a sejteket, és ott kialakul, és egy milliárd számra kiözölik az univerzum, mondjuk egy testen belül. Igen, igen, én ebben hiszek, hogy a fókuszban megtartott vágy által táplált, megvalósítandó cél, az előbb-utóbb manifestálódni fog. Még itt is, ahol az időt belevonták, mint plusz paramétert, én szerintem az időt azért vonták bele, mert, mint mondtam, én úgy gondolom, hogy ez egy teremtő tanonc felület, ez a 3D, és ha nem lassítanák le az idővel a mi materializációs készségünket, hanem spontán bukkannának fel a hülyességek, amiket napi szinten gondolunk, mert a legtöbb teremtést félelemből csináljuk, akkor ez maga a pokol lenne. Dante poklehez képest Vidám Park lenne. Mert az emberi psziché úgy van beállítva, hogy jaj, de szeretném ezt, ezzel azt erősítette meg, hogy ez nekem nincs, mert szeretném. Tehát magyarul megerősítette a hiányt, ezért nem tud alkotni, és félelemből teremt, mert azt mondja, hogy ez jó lenne, de túl szép, hogy igaz legyen. Na figyeld meg, hogy majdnem mindenki, akinek felvázolod, hogy mi lenne a legideális, megkérdett tőle, hogy mi lenne a legideálisabb számodra, és mondjuk azt mondja, hogy ötös lottó találat, mert idáig terjed a fantáziája, de túl szép, hogy igaz legyen. Magyarul meg is fosztotta magát abban a pillanatban ennek a megalkotásától, mint potenciális jövőkép. Mert nagyon érdekes a kvantummechanika, azt vették észre, hogy a jelenből, ha elküldesz egy ajánló hullámot, az valahol a jövőben manifestálódik, visszahullámzik a múltba, mert kell neki ahhoz egy logika. Tehát a jövőben, a jelenből, a jövőben létrehozott képet, ő visszamenőleg ahhoz alkot egy múltat, aminek a logikus folyamata lenne az a jövőkép, érted, amit mondok? Tehát a jelenből úgy tudsz jövőt gyártani, hogy ez a jövőben manifestálódik, és visszahat a jelenedre, mert a jövő múltja a jelened. Tehát a jeleneden csak úgy tudsz változtatni, paradox módon nem itt és most. Elküldesz a jövőbe egy ajánló hullámot, egy képet, egy erős magát az alkotás csomagját, kvantum csomagját, az ott manifestálódik, és nem tud valami előzmény nélkül fölbukkanni. Tehát kialakul a hozzávezető út, aminek a vége a jelened. Uh-huh. De itt azért, hogy megértsék ezt, az időfaktort nyugodtan ki kell venni ebből a rendszerből. Mert... Nem tudod emberi elmével kimenni az időfaktort, mert pont ezáltal fogják megérteni. Annyira sokkal nehezebb az elmének megérteni az időtlenséget, mint a végtelenséget. Figyeld meg! Uh-huh. Ahhoz, hogy bocsánat, hogy nem kötözködök, csak beszélgetünk, ahhoz, hogy én ma ezt a vágyat meg tudjam fogalmazni, ahhoz ennek a vágyérzésnek meg kellett lenni a mezőben, hogy én ezt le tudjam tölteni, és én ezt tudjam vágyni, hogy a jövőben ez meglegyen, igaz? Tehát, hogyha a jövőben lévő vágyaim, azok nem lennének jelen a mostani rendszerbe, akkor gyakorlatilag nem tudnám vágyni, mert én csak abban a dimenzióban tudok bármiféle létezést és gondolatot bármit létrehozni, amire nekem van felfogó képességem.
Tehát nem tudom azt képzelni, hogy akkor most alakuljon ki egy galaxis az Uránuszon kívül, mert nekem nincsen képessége, mert nem tudom, hogy alakul ki. Mert nincs belső képed hozzá. Nincs belső képem hozzá. Még mindig a kvantitív. De vágyad még lehet rá. Aha. Tehát én pont ezt mondom, hogy ezek nagyon finom kis vékony mesdjék, hogy amit te mondasz, hogy ha nem lenne meg a jövőben már elkészült vágy, akkor jelenben nem tudnám behívni. Én meg nem azt mondom. Én azt mondom, hogy a vágyaink olyan, mint egy folyó, nem tudsz soha kétszer ugyanabban a folyóban lépni, mert mozgásban van. Tehát a vágyaink is folyamatosan alakulnak. Te is 20 évesen másra vágytál, mint most. És nem azért, mert mostanra downloadoltad a rendszerből, hanem pont azért, mert interaktivitásban van a lelked, a szellemed, a kognitív memóriád. A folyamatosan változó külvilágra responszívnak kell lenned, ezért a vágyaid is mindig alakulnak. És a spontán, jelenben felbukkant vágyat, ha te ezt meg tudod figyelni, és azt mondod, hogy ez a vágy engem nem tesz tönkre, mert nagyon sokan azért vannak annyira buták, hogy olyasmire vágynak, amit kinyírja őket. Tehát azt szokták, hogy vigyázz, mire vágysz, még a végén megadatik. Tehát, hogyha felbukkan, pont emiatt a hatalmas interakció miatt, a sok szenvedés, az élettapasztalata, az örömök, a szerelmek, a bánatok, a mindennek a végén ledesztilálódott kis kristályszemcsék, azok a per pillanatnyi vágyaid. 5 év múlva más vágyaid lesznek, de ezekkel a vágyakkal vonzod be, mint horoggal, vagy kidobott lasszóval azt a jövőt, ami fele menni akarsz. Értem én, ez nagyon jó, ez, hogy amikor elkezd gurulni egy röngfa előtted, és akkor fú, de jó, ha erre rá tudnék tenni egy deszkát, akkor én is utazhatnék rajta. Hát szörfözhetnél. Szörfözhetnék, ez maga a vágy, igaz? Igen. És akkor pár ezer év, ugye nem én csinálom, mert nem biztos, hogy én csinálom meg, ott van a vágy, megjön, már is egy fakereket, kőkereket, először kőkerék volt, csináltam, és elkezd gurulni. Hú, de nehéz a kőkerék, de jó lenni könnyebb kerék, jön a fakerék, jön a küllőskerék, jön a gumiskerék, meg most jön a légpárna, igaz? És hogy mindig ugyanarról a vágyról beszélünk, csak folyamatosan van evolúciója a vágynak. A vágynak is van evolúciója, és minél értelmesebb vagy, és minél cizeláltabb léleg, annál értelmesebb vágyaid vannak. Na most jön a 20 forintos kérdés. Hogyha ennyire tudjuk, hogy tudnánk szépen és jól és értelmesen, miért mindig erre az uralomra, a hatalomra, a háborúra vágyunk? Tehát, ugye, még egy mondat csak, hogy két fele osztottam így az embereket, galambokra és héjákra, vagy karvajokra. Tudod, én sose szeretném a balhét. Köszönöm szépen, jól vagyok. De a karvajnak mindig a balhé kell, meg a galambhús ahhoz, hogy úgy érezze, hogy a komfortzónája az rendben van. És hogyha van evolúciója a vágyaknak, akkor ha a karvaj vágyai teljesülnek, egy idő múlva nem lesz galamb. Így van. És akkor a karvaj kénytelen vágyat változtatni a marhája, mert rá fog jönni, hogy elfogyott a galambhús. És akkor elkezdik majd egymást tenni. Csak erre még egy karvaj se készült föl. És akkor majd, mikor szépen félig megették egymást, akkor majd megszületik egy más vágy iránti igény, már csak hát a léleknek is van evolúciója, nem csak a biológiai testeknek. Tehát a lélek evolúciós szinten a nyomor és a küzdelem, hogy egy élhetetlen világot csinált magának, ahol kanibalizálódik, üzenem a mostani hatalomvágyóknak, hogyha majd elfogy a sok rabszolga, akkor egymást fogják megenni. És kiírják, hogy csak egy maradhat, igaz? És igen, és az lesz a hegylakó. Hegylakó. Na, ennyire egyszerű. Tehát az a baj az egóval, hogy ameddig kiszolgáltatva érzi magát, és ameddig nem ébred fel, hogy rájöjjön, hogy mekkora hatalma lenne, addig pici helyi hatalmakat akar. Miért? Mert az ember tragédiája a kiszolgáltatottság érzése. A vallásosoknak azért, mert Istentől függ, minden vasárnap ott fohászkodik, előtte két nagy pofont adott az asszonynak még, de elment a misére és meggyónta, elmondott 5 miatyánkot, 10 hiszek egyet, úgy értelmezte, hogy ezzel büntelen lett, és kedden megint ad 2 füles pofont neki. Érted? Tehát ameddig a lélek nem veszi magának azt a fáradtságot, hogy felismerje, hogy teremtő vagyok, nincs szükségem
talmi kis hatalmakra. Nem kell a másiktól elszívnom az energiát, mert vehetem fentről, meg korlátlan. Addig itt fog a kicsit játszmázni, mint hülye gyerek a homokozóba. Bepisál a homokozóba, és szagolja a saját homokját, érted? És nem jön rá, hogy a saját fészkébe nem érdemes beletojni, mert ő fogja szaglászni. Mi van akkor, hogyha most jó volt ez a példa, ez a szent fazék, aki veri otthon a feleségét, hogy amikor ő meggyónja azt, hogy ő nem fogja soha többet, ez egy teljesen más személy benne, mint aki egy fájdalomtest, egy, mit tudom, egy karvai test, ami, és egy, még egy személyiség, aki benne van, aki ütiveri az asszonyt, és másnap reggel elfelejt, és nem is érte, hogy lettem én ilyen állat, és akkor megint bocsánatot kér, stb. Tehát nagyon én, nem hiszem, ilyen... hogy, én nem hiszem, hogy ő tényleg megbánta, hogy megütötte ezt az asszonyt, mert a bűntudatnak egy értelme van. Nem utólag kell kialakuljon, hanem a cselekedet gondolatára, a cselekedet elkövetése előtt kéne bűntudatunk legyen, mert akkor el sem követjük. Utólag bűntudat olyan, mint eső után köpönyeg. De el lehet azon gondolkodni, hogy ez nem volt helyes, magyarul nem csinálom meg még egyszer, mert hogyha másodszor is bűntudatba kell, hogy kergessem magam, akkor fél pillanatig nem gondoltam komolyan, hogy meg akarok változni. Azok egyikén, akik ilyen családommal erőszakot szenvednek el, azt mondják, hogy sajnos ők mindig elhitték, de soha nem tudott se a fér, se a nő kikeveredni ebből, mert nem csak a férje. Mert hanem. Nem gondolta egyik se komolyan, hogy megbánja, és az elszenvedő félbe nem született meg az az elhatározás, amit a másik, az agresszor dekódolhatott volna, hogyha ez így megy tovább, elveszítem a játékszerem. Metakommunikációs szinten, ha benne megszületik egy elhatározás, hogy én ezt az embert elhagyom, ha még egyszer kapok tőle egy nagy pofont, azt ő meg fogja érezni. És minden agresszor mindennél jobban fél, csak... Hogy a birtokát elveszti. Hát a játékszerét elgurul a pici piros autó, és már nem lehet távirányítani. Hát ez a legnagyobb tragédia egy agresszornak. Gondolj bele. Na, elsiklottunk. Szeretném, ha te foglalnál először, hogy most én voltam itt a nagy témafővevő. Hova jutottunk el? Hát oda jutottunk el, hogy ébredezünk, de nem egy újabb álomba kellene beleébredni, vagy újabb rémálomba, mert most per pillanat ezt csináljuk. Van egy tudatos csoport, rájött, hogy még a kvantumrealitás is létezik, rájött, hogy teremtők vagyunk, ezzel még jobban tudatosította a teremtés hatalmát, és én azért vagyok rajta a Facebookon, mert ilyen szociológiai mintavétel, tudod, mint mikor kis kémcsövekben néha így pH érték miatt kiszedsz dolgokat, mert azt nézem, hogy mit csinálnak az emberek. Van egy csoport, amelyik szeretkez, ne háborúz, halleluja, feltétel nélkül szeretett, egyéb maszlag, felmondja a leckét, idézget mindenkitől, és van a másik, figyeld meg, biztos te is látod, csak a háborús híreket veszi ki, a nyomorúságot, a demográfiai görbéket, a GDP-t, mi a rossz, csak azt látja meg, és ezt a víziót dobja be a többinek is. Tehát az ilyen gócoktól kéne megmenteni a többieket, mert még ha valaki el is jutott egy olyan filterig, hogy ne azt fogja be, ami csak a rossz, mert ha amire koncentrálsz, a kvantummezőbe az jelenik meg. Mert félelem szintjén nem tudsz. És itt nem arról van szó, hogy te azért nem beszélsz a rosszról, mert felelőtlen vagy, meg kivonultál belőle, meg ignoráns vagy, meg tegyél is, ne csak a pofád járjon. Nem szeretném azt a látomást erősíteni, ami oda vezetett, hogy itt tartunk, és ha erre tovább fókuszolok, akkor még nagyobb borzadály lesz. Tehát újat teremteni a múlt mocskából nem lehet. Tehát a megpenészedett kenyeret ne akart újra gyúrni, újra sütni, hanem egy teljesen új valamit kell létrehozni. Ezért mondtam azt, hogy a gondolataidat rombold le, szánsd föl, sózd be, és te ültess el egy pár palántát. Ne a meglevő gyomokat próbáld írtani, a gyom, te tudod a legjobban milyen a tarack, abból nem lesz soha golfpálya. Hát nem tudok golfozni, de még lehet, hogy is. Értettem a példát mindenféleképpen. Kedves néző, akkor ne ültessél tarackot, mert abból nem lesz golfpálya.
próbáld meg a kis gondolatvírusokat magadban végignézegetni, osztogatni, beszéljetek erről, nem kell, sőt, egyáltalán nem kell ezekkel egyetérteni, de higgyétek el, annál nincs jobb, amikor neked van saját gondolatod, legalább amire azt érzed, hogy a saját gondolatod, és ezen a mezsén utána tovább újabb vágyaid ébrednek, amiből egy idő után vagy a te életedben, vagy a következő életben megvalósulhat a gördülőfából a kőkerék, a kőkerékből a fakerék, a kül, stb. Elmondtam, mert valószínűleg ez a... Hát, ha valaki végig akarja járni a szamár létezett, de ez a játék, ez a játéknak a lényege. Igen, én türelmetlenebb vagyok, én azt mondom, hogy képzel mindenki maga elé el, hogy mit szeretne megélni, és arra figyeljen. Jó, van, figyelj, amikor a kőkerék volt, én nem tudtam elképzelni a légpárnás autót. Tehát, de tehát azt el tudtad képzelni, hogy nem azt szeretnél cipekedni, tehát, hogy innen valahogy kerüljön oda az, az valami. Azért mondom, hogy nem feltétlenül kell neked már most a technológiai folyamatát ismerni annak, hogy hogy kell azt a valamit létrehozni. Tudjon megvágyni. De a vágy, a vágyat helyezd bele magadba, és mindenki arra koncentrál, hogy mitől lenne a legboldogabb. Mert egy valamiért vagyunk itt, hogy boldogok legyünk. Jó, következő adásig gondolkozz el, hogy te mitől lennél a legboldogabb című. És nem a vágyaidról akarok hallani, de mindenféleképpen szerintem egy jó motiváló rugót találtunk itt meg a édesdrága biorobot testvéreinken, mert hogy mi ugyanúgy egyek vagyunk itt. A, és ne felejtsük közös... el attól, hogy azt mondjuk, hogy biorobot, nem derogáló. Ez így van. Nem derogáló. Ez... A robot azt jelenti, hogy egy önműködő rendszer. És ráadásul mi olyan csodálatos önműködő rendszerek vagyunk, hogy ugye azáltal gyógyulnak a sebeink, önregeneráló, önjavító biorobotok vagyunk, és még gyártósor sem kell hozzá, hanem a természetes szaporodás biológiai úton van megoldva, tehát ne derogáljuk le a biorobotot, mert szoftverfüggő a biorobot tud teremtő lenni a saját világában, én ebben hiszek, nem romboljuk az illúziókat. Per pillanat, hogy milyen szoftver fut nálunk, és csak droid szinten vagyunk, az egy dolog, de hajrá, biorobotok! Na most, ha én elmondhattam volna, akkor elmondtam, hogy, vagy elmondom, hogy ma az összes ilyen robotkutatás az ott hagyta már a szénalapú, meg bocsánat, az emberi szénalapú, ott hagyta az ilyen mechanikai szilikoncsontokat, stb., és elindult a biológiai konstellációk felé. Tehát látja, hogy milyen szervezési mechanizmusok alapján hozza létre a testünk, a csontot és különféle szöveteket, és a biorobotoknak ezt a logikáját átvéve csinálja meg a mostani kis primitív... Hát ezek a szerveket lehet printelni, a szerves molekulákat beviszik, a oxigén-hidrogén-nitrogén szén. Ezzel nem degradáltam, én ezzel elismertem. Nem neked mondtam, hanem a nézők, hogyha ők úgy érzik, hogyha esetleg le vannak biorobotozva, nem, ezek vagyunk, gyenge árammal működő, elektrolitikus folyamatok zajlanak le bennünk. Igen, csak a nagy különbség, hogy amíg a, soft... a rádión van ilyen hangerő lehalkító, addig a biorobotokon nem mindig van. De hát ezt most csak... ezt nem vettem most érdésnek. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Herceg Kirával beszélgettünk itt a VNTV-n, és nagyon szeretném, hogyha követnétek az adásainkat. Van egy weboldalunk, a www.vntv.hu, majdnem 1200 filmünk fönn van rá, illetve a YouTube megosztó portáján találjátok. Írjatok, nem válaszolunk, de gondolkozzatok el, hogy miért nem, mert ez is a kvantum gondolkodás része. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem, viszont hallásra. Sziasztok!